2022. július 1-től új dékánja van a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának. Sepp Zoltán 7 év után adta át a dékáni stafétát Takács Andrásnak a kari ünnepségen. 7 év van mögöttem, ez nagyon hosszú idő, hosszabb, mint amilyennek első hangzásra tűnik. Egy, azt gondolom, eredményes időszak a Pécsi Közgáz életébe. Az egészen biztos, hogy egy generációváltásnak érkezett el a pillanata. Személyemben most már a dékánok harmadik generációja fogja befejezni a ténykedését, és a tetterős 40-eseké lesz most akkor a pálya. Szerencsére vannak nagyon tehetséges, már most is szép karriert maguk mögött tudó emberek, akik megtanultak együtt dolgozni, csapatban dolgozni, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon jó kezekbe fog kerülni a kara jövőben is. A motiváció és a tervek megvannak. Szerencsére a támogatottságot is érzem magam mögött. A terveket egyértelműen meghatározta az, ami a modellváltás után a fenntartó részéről felénk jövő várakozás, valamint az az 50 év, ami megelőzi a mostani dékáni ciklus kezdetét. Teljesen egyértelműen a nemzetközi sztenderdek felé, a nemzetközi karként és képzőintézményként való működés felé megyünk, és minden olyan kritériumot, illetve tevékenységet azokhoz az elvárásokhoz igazítunk, amik minket nem egy magyar intézményé, más magyar intézményekkel versengő intézménye, hanem nemzetközi szintéren is jegyzett és a helyét megálló képzőintézményét tesznek majd.